Advent. Erről a szóról mindenkinek a várakozás és a karácsony jut eszébe. A keresztény kultúrkörben a karácsony napját december 25-ét megelőző 4. vasárnaptól karácsonyig számított időszakot nevezzük Adventnek. Idén november 29-én gyújtották meg az első gyertyát a koszorúkon, ezzel hivatalosan is megkezdődött a karácsonyi ünnepkör. Az Advent szó az készületet jelent, tulajdonképpen az Úr Jézus eljövetelére készülünk, Adventus Domini, az Úrnak az eljövetele. Ez azért fontos, mert Isten és az ember között harmonikus kapcsolat alakult ki, mert Isten a világot jónak teremtette, és a természet fölöttire nyitottnak teremtette az embert. Az ember oldaláról ez a viszony megromlott, ez volt a bűnbeesés. Az Isten ilyenkor nem csak igazságosan megbüntette az embert, tehát vezekrésre fogta, mert Isten még a rosszból is tud jót kihozni, hanem megígérte a megváltót. Ilyenkor elkövetkezett az emberiség történelmében egy nagyon-nagyon hosszú megváltó várás. Ez az első advent időszaka. A megváltó Jézus Krisztus pedig visszavezetett minket az Istenhez. Ilyenkor, adventkor nem csak erre emlékezünk, hogy az emberiség várta a messiást, a megváltót, a felkentet, mert ezt jelenti a messiás szó, aki helyreállít mindent, hanem ünnepeljük a második adventot is. Ebben a második adventi időszakban élünk most. Várjuk, hogy az Úr Jézus dicsőségében újra eljöjjön az ég felhőin, szent angyalai kíséretében, és ígérete szerint új eget és új földet alkot. De hát tudjuk, hogy ez a földi világ, ez csak egy előszobája a mennyországnak, a mennyországot nem itt a földön kell keresni, és így az életünk is egy adventi, egy úrvárás, egy messias várássá alakul. Várjuk az üdvözítőt, hogy az életünk végén eljöjjön, kiragadjon minket ebből a síralomból, ebből a szomorúságból, és az örök boldogságba áthelyezzen minket. Ez is egy várakozás, tehát az életünk, mert mi keresztények mondhatnánk, hogy reménykedünk, ugye a jóban. Ez a remény, ez nem kell hívőnek lenni, mindenkiben benne van nekünk. Természetfeletti reményünk van, hogy az Úr Jézus mindent a javunkra fordít. Most itt van ez a koronavírus, a járvány, akármi az emberiség történelmében. Ha az ember az Istenben él, Jézus Krisztusban, a szentségekkel táplálkozik, akkor tényleg a megpróbáltatás éri, az is, vagy azért, hogy tisztuljon a lelke, vagy azért, hogy engesztelésül másokért felajánlja, minden a javára válik. Aki Krisztusban él, és Isten törvényei szerint, ott minden jó és rossz is neki szolgál. A jó az javára boldogítsa, hogy elővételezze a mennyei boldogságot. Hát a rossz pedig ugye azért, mint mondtam, hogy csiszoljon minket, kiálljuk a próbát. A vírushelyzet nem csak az ünnepi várakozást és az ezzel kapcsolatos hagyományos kézműves foglalkozásokat, de a hitélet gyakorlását is megnehezíti. Nem engedjük el a hívek kezét, sem a papok, sem a hitoktatóink. Igyekszünk tartani a kapcsolatot online téren is, tehát így a felnőtt hittanulók, a szentségek vételére készülő gyermekek esetében. Hát ilyen fakultatív, opcionális, plébániai hittanóra már nincsen, csak online. Van koszorú megáldás is évente, és erre ilyen városi adventi koszorú megáldás 500-an is eljönnek, tehát hozzátartozókkal együtt 500-an, úgy mondom, különböző iskolákból, helyekből, és tavaly is 240 koszorú készült. Most így nem tudtunk összejönni, de akkor is kértük, buzították a hitoktatóink a híveket, hogy otthon készítsék el, szerezik be a hozzávalókat, ugye itt most nem tudtuk beszerezni közösen, és akkor 42 koszorú most készült, advent első vasárnapján, tehát tegnap, 8:45-ös szentmisén, ezt a 42 koszorút szépen meg is áldottuk, úgyhogy voltak azért bőven emberek, vigyázunk egymásra, figyelünk egymásra, és igyekszünk tényleg nem elengedni az emberek kezét. Amit különösen kér az egyház, hogy tegyük le a problémáinkat. Ha meg vagyunk keresztelve, voltunk első gyónók, első áldozók, akkor járuljunk a Szent Gyónás szentségéhez. Tehát karácsonyi időszakban le lehet tenni, akár már adventtől egészen karácsonyi idő végéig,
a bűneinket, és megtisztult szívvel, megtisztult lélekkel lehet várni így a karácsony ünnepét. Ilyenkor az ember, ha megtisztul a gyöntatószékbe, hát a katolikus, akkor leteszi a bűneit, akkor felszabadul jobban a természet feletti jó cselekedetek megtételére, mások szolgálatára, Isten szolgálatára. Ebben az időszakban az egyház jó cselekedetekre és példamutatásra is buzdítja az Istenfélő embereket. A koronavírus miatti rendkívüli helyzet ellenére még mindig bíznak abban, hogy Jézus születését hagyományosan tudják megünnepelni. Tehát amit lehet, megteszünk, hogy tényleg a hívek meg tudják élni a templomban, közösségben ezt az adventi időszakot, és hát reménykedünk abban, hogy találunk majd megoldást, akár tehát a főpásztor, hogy mit rendelkezik meg az egyház, hogy a karácsonyt hogy tudjuk megünnepelni. Arra készülünk, hogy 24-én 16 órakor karácsonyi műsor, betlehemezés lesz a gyermekekkel, tehát tényleg annyira fontos, hogy gyerekek is jönnek, minisán sok is járnak egyébként még a szentmisékre, hogy tartsuk egymásban a lelket. A járvány alatt is tényleg az látszódik, hogy azt szeretnék így az emberek igazán a szívük mélyén, reméljük minél többen, hogy jobban egymásra találjanak az emberek, jobban figyeljenek egymásra, nem csak ebben az adventi időszakban, hanem egyébként is. Hát ezt szeretnénk, hogy jobban figyeljünk egymásra, és közösen eljussunk a örök boldogságra. Barsi Balázs atyának a gondolatával szeretném zárni egy rövid kis gondolat. Imádság, Istenem, add nekem az igaz hitet, a biztos reményt és a tökéletes szeretetet. Áld meg szeretteimet, és viseld gondját minden embernek, hiszen te sohasem alszol és sohasem szunnyadsz. Virrasz felettünk tágra nyílt szemmel, ó örökkévaló, hatalmas szárnyaiddal, takard be a földet. Amen.